Remekül csináltad, te egér. Megspóroltad nekem, hogy lemészárolja Malkarisst. Most én leszek az uralkodó! Megérkeztél utad végéhez, ostoba! Matthias! Öljük meg Szipojt! Öljük meg Szipojt! Öld meg! Kapjátok el! Utána! Üstöket, öld meg! Azt hiszem, ez a tiétek. Redwall! Cynthia, mi történt veled? Feldühítettek. Redwall! Nagyon helyes, Cynthia, üsd vágd, nem a pádon. Hulljon hát a pörgese! Vég! Vég! Mindennek vége! Oh, jaj! Hol van Szipoj? Gyorsabb volt nálunk. Soha se kapjuk el. Túl erős. Butaság! Ha összefogunk, sokkal erősebbek leszünk nála. Rajta! 26. rész. Újra Redwallban. Auma, segíts Tesznek! Siess, jönnek a patkányok! Vagy százan üvöltik, hogy meghalsz, meghalsz! Ez Matthias, egy egész sereggel érkezett! Apa! Mattimeo! Apa! Nézd csak! Te már kész harcos vagy. Redwall! Redwall! Mindjárt visszajön. Nem val Constance-ra, hogy ilyen hosszú időre eltűnjön. Ő egy borz. Időnként magányra van szüksége. De akkor is. Ez nem van rá. Reggel majd biztosan ott találjuk a konyhában, amint épp az ebédet főzi. Búzavirág, nagy bajban vagyunk. Constance védelme nélkül vascsőrék bármikor lecsaphatnak ránk. Nem tehetünk ellene semmit. Barátaim! Nem tudom, vajon odafenn nappal van-e vagy éjszaka, de azt biztosan tudom, hogy csodás nap ez a mai! Ettől a pillanattól fogva mindannyian szabadok vagytok! Gyertek, gyertek! Irány Redwall! Redwall! Sosem fogtok legyőzni! Redwall! Ki kell jutnunk innen! jó ég, hisz ez napfény, barátaim! Halljátok a madarakat? Hajnal felé járhat. Ah, érzitek a friss levegőt? Csodálatos! Oh. Egyet se félj, kislányom! Átjutunk majd valahogy! Mattimeo! Vezesd ki a többieket! Várjatok meg odakint! Nem hagyhatlak itt, apa! Mattimeo! Most neked kell kivezetned őket! Csak halkan. Tökéletes munkatábornokom! A legszebb álmokat rémálommá varázsoljuk. Gondoltam, jobb, ha te tudod meg először, átvettem a Redwall apátság parancsnokságát. Itt nem biztonságos! Ki fognak jutni? Apáink remek harcosok, Auma. Megtalálják a módját. Apa! Auma! Biztonságban kell tudnunk a többieket. Az egész beomlott. Hol vannak a többiek? Nincsenek többé. Nem! Nem! Ébresztő! Itt a hajnal! Az én napom hajnala! Számotokra pedig a bék! Remek tervedet maradéktalanul végrehajtottuk, jó tábornokom! Te vagy a legcsodásabb parancsnok! Szipojt fog nevetni a végén. Ha a csukjások győznek, én veszem át a hatalmat. Nadasz pedig örök életére a szolgám lesz, hisz elárult a Malkarisst. Ha a másik nyavajás vonda győz, megölöm Matthiast és elveszem a kardot. A végén úgyis én fogok győzedelmeskedni, mert én legyőzhetetlen vagyok. Úgyis én leszek az uralkodó. Mi volt ez? Szerintem az egész város beomlott. De apáink még odalent vannak. A nem jó jel, barátom, mi a csodát csinálsz ott fent? Almát-setsz? Hol vagyok? Életben van! Szipojt lesz a győztes! Mostantól kezdve a hatalmas Vascsőr tábornok szolgái lesztek! Én vagyok ő urasága szószólója, hisz ő nem ereszkedik le a magatok fajtájához! A budakis színjátékaitokat mind elfelejthetitek! Mit gondoltok, szórakozni jöttünk? Engedd el őket! Nem az ő ötletük volt. Valójában mindenért engem terhel a felelősség. Kérlek, engedd el őket! Én vagyok Vascsőr! Élet és halál, én vagyok Föltúró! Te aljas madár! Hagyj minket békén végre! Ostoba kis Föltúró, te leszel az első, akit kivégzek! Bántottad mély nővért! Meghalsz! Meghalsz! Segítsetek már! Elnézést, tévedtem! Téged végezlek ki elsőnek! Elnézést a késésért, valaki bezárt engem. Reggelig tudnék táncolni, olyan boldog vagyok. Még soha életemben nem voltam ilyen boldog. Apát uram, Redwall végre valahára ismét a tiéd, várjuk szavaid. Azt mondom, először is tennünk kell róla, hogy vörös szárny abba hagyja a föl alá repkedést. Egészen elszérülök. Vakmerő hős és nagyszerű famászó is egyben, mű? Ez szép volt, Matthias. Te is ügyes voltál. Mint mindannyian. Köszönjük. Mattimeo, várj! Hadd menjen. Légy kegyes hozzá, fiam. Úgy sincs helye a becsületes magunk fajta közt. Nyomorult kis patkány! Látod? Szipojt sosem véti el. Halál a gonoszra! Szipojt lesz a győztes! Szipojt bevégezte. Megesküdtem, hogy megölöm. Én is. De a kút megtette helyettünk. Győztünk, Orlando. Minden nehézség ellenére mi győztünk. Nem sanyargattunk, és nem is bántalmaztunk titeket. Most visszaadjuk a szabadságotokat. Reméljük, ez jó lecke volt számotokra. Bármely élőlény élete ezerszer értékesebb egy halott vezérnek tett eskünél. Igen. Ha meghalljátok az apátság harangját, repüljetek, amilyen gyorsan csak a szárnyatok bírja, és soha többé ne gyertek vissza ide Redwallba. Amikor a 12-et is elüti a harang, a kánya lecsap a még itt röpködőkre. szomorú? Hiányzik a családom, Gömbi. Bíztam benne, hogy visszatérnek. Itt maradunk fent, amíg vissza nem jönnek. Ha? Sajnálom, hogy nem maradhatsz itt, velünk az apátságban. Vissza kell mennem az otthonomba, a sziklás hegyek közé. Viszlát! Búzavirág, tudod, az aranymezőn is véget ér egyszer a nyár. Én arra gondoltam, hogy elkeresztelhetnénk a közelgő évszakot az őszi mogyoróról. Mi a véleményed? Ó, kérlek, apát uram, nem akarok az idő múlására gondolni, amíg Matthias és Mattimeo vissza nem térnek. Hát jól van, de... Egy egész évszak eltelt, mióta elhagyták Redwallt. Talán eljött az ideje, hogy, hogy belássuk, talán soha nem térnek vissza. Az út. Mi van az úttal, Constance? Az úton, nézzétek, ott! Porzik. Valóban ott porzik az út. Az ösvény felől jönnek. Valaki közeledik. A kérdés az, vajon ki? Végre! Ezek ők! Ők azok! Itt vannak! Hazatértek! Nézd! Ott van Tim és Tessz is! Anya! Apa! Anya! Már látom magam előtt a csodás jövőt. Harcos palántáinkból hamarosan védelmezőink, vendégeinkből pedig igaz barátaink lesznek. Isten hozott benneteket a Redwall apátságban. Gyertek, barátaim! Apát uram, visszatértünk. Mattimeo, Matthias, úgy hiányoztatok! Két esztendő telt el, mióta a nagyharcos visszatért Redwallba, és 2 esztendeje, hogy én, Cincogi Tim, kódexíró lettem, ahogy annak előtte édesapám. Malkarisst felszabadított rabjai mind itt települtek le. A verépkolónia beköltözött a padlástérbe, melyet háborgó csörlaknak neveztek el. Sir Harryt, a baglyot megválasztották vezetőjüknek, és irodalmi felelősüknek. Örven és az egész sündisznó família Tüske atya boros pincéjét választották lakóhelyül. Gömbi és Cynthia látják el a harangozó feladatát, bár úgy tűnik, Gömbi szívesebben állna be inkább mókusnak. Mattimeo és a húgom Tess megházasodtak, és született egy kisfiúk is. Matthias, Bazsalikom és Orlando okítják ifjú vitézeinket a harcmesterségekre, de bízunk benne, hogy békés otthonunkat soha többé nem kell megvédenünk gonosz teremtmények támadása ellen. Éljetek ti is oly boldog és teljes életet, mint mi, és legyen hozzátok is épp oly kegyes a természet, mint hozzánk. Apátságunk ajtaja nyitva áll a vándorok előtt, kik a hosszú út fáradalmait nálunk kívánják kipihenni. Úgyhogy ne habozz, ha erre jársz, térj be hozzánk Redwallba.